Hát, sziasztok! Várok egy pár percet, ha meddig becsatlakoztak. Tudom, hogy egy pár percet késtem. Remélem, hogy azért leszünk egy páron. Hát én arra gondoltam, közben azért itt beszélek, hogy kicsit kijönnék én is a szabadba, hogy nem mindig csak otthon a négy fal között, és ugye ott forgassunk. Remélem, hogy a időjárási viszonyok is majd nekünk kedveznek. Ezért is késtem egy kicsit, mert elkezdett cseperegni az eső, és megijedtem, és ide készültem ki. Itt látjátok mögöttem, a Simon tornyán lakom, azt már itt többen tudjátok. Itt van a Simon tornyai vár. Elmegyek a képből, itt meg tudjátok nézni. Amíg becsatlakozunk addig egy kicsit még akkor így beszélek, igen, és a mesekönyvem ugye itt van a kezemben. Na jövünk, azért szépen látom, most már öten vagyunk. Úgyhogy remélem, hogy jó a vétel is, és nem kockás, és a szélnek a hangját se nagyon halljátok, mert eléggé elkezdett fújni. Én mondjuk nem sok mindent látok a kamerából, azért hajoldozom ide, mert magamat se nagyon látom itt a képernyőbe. És addig is, ameddig itt tényleg csatlakoztok, én szeretnék mindenkit megdicsérni, mert tényleg annyira ügyesek vagytok, hogy én csak ámulok és bámulok tényleg itt a csoportban, hogy milyen szép munkák kerülnek föl. Név szerint nem is tudnék ennyi embert felsorolni, tehát, hogy... Na látom, öten is vagyunk már. Hát... Igen, tudom, én is késtem egy kicsit, de azért várjunk még egy pár percet. Hát, hogyha még többen is becsatlakoztok. De a videót majd persze vissza fogjátok tudni nézni. Kimegyek a képből, hogy ne csak engem lássatok. Mint mondtam, itt van a Simon tornyai vár. Salamon fiáról kapta a nevét, Simonról. Így lett aztán a város neve is Simon tornya. Ez az 1270-es években épült még ez a Simon tornyai vár, ha jól tudom. Nem vagyok egy nagy történész. Egyszer már jártam bent. De itt különben itt a városban van még egy kastélyunk is. Az is biztosan nagyon szép. Én még ugyancsak kívülről láttam, pedig az utcámban van, még nem volt időm megnézni. De ha sikerül, akkor egyszer talán majd még ott is tudunk forgatni, és akkor kívülről azt is megnézhetitek. Hú, ezt most nagyon közelről kell megnézzem. Nem tudsz csatlakozni. Ó, hát sajnálom. Jó, hát szerintem akkor én elkezdem, jó? És akkor majd közben csatlakoztak itt hozzám. Na, hát akkor üdvözlök tényleg itt mindenkit a mágikus csoportban, és egy kicsit itt kint a szabadban. Tehát láttam, hogy többen tettetek fel kérdéseket, ugye újra és újra mindig ugyanazokat a kérdéseket. Ugye szoktam mondani, hogyha egy kicsit időt szántok rá, és letekertek a csoporton belül, és kerestek egy pár videót, akkor tehát ott minden kérdésre választ fogtok kapni. De persze természetesen szívesen elmondom én még egyszer ugyanezt, úgyhogy nekem ez nem probléma. Nem tudom, ha kérdeztek, akkor közben én próbálom itt figyelgetni, amennyire látom a dolgokat, tehát, hogy amit írtok. De ugye kezdeném azzal, hogy mi is az a mágikus tű. Ugye ez a mágikus tű, ugye ebből is több fajta van. Tehát, mint láttátok, én ugye az aranyszínű tűt használom, de vannak a kínai piacon is, meg több boltokban is lehet többféle tűt kapni. A technika az ugye ugyanaz, tehát az első videó, ahogy fölmentek a csoportba, és ott legfelül van egy videó, ott több tűt is megosztok. De akkor egy kicsit odébb is viszlek benneteket, most megfogom itt az állványt, és akkor idehozlak benneteket, itt ezekre a kövekre itt kipakoltam a vár előtt. Remélem, hogy nem zavarok senkit. Egy kicsit beállítom itt a kamerát. Ezt így leteszem. És akkor közben mutatom is a dolgot, addig még tudtok becsatlakozni. De talán így jó is leszek, igaz? Ha én ide leülök, tökéletesen jó leszek. Jó, hát remélem, hogy hallotok is, úgyhogy lehet, hogy inkább közelebb hozom a kamerát, hogy halljatok engem. Hallani is hallotok? Ha írjátok, akkor fogom tudni, hogy hallotok-e. Na, szóval, hogy ugye sokfajta tű van
a piacon. Ugye, amit én használok, az az aranytű. Tehát én ezt az aranytűt szeretem. Többen láttátok már a kezemben. De megmutatom még egyszer, tehát, hogy több. Most nem fogjuk itt kint azért befűzni őket, megmondom az első videóban, ott fönt rögtön a csoportba, az újak kedvéért, tehát ha időt szántok rá tényleg és megnézitek, akkor fogjátok tudni, hogy mi hogyan működik. Úgyhogy itt van például ez az egyik fajta, ami ilyen kínai tű. Tehát ugye ebbe is három méretű tű van. A legvastagabbik ebből az, ami az én vékony tűm, tehát az aranytűből. De én mondom, én jobban szeretem az aranytűt, tehát hogy én azt szeretem használni. Hát igen, itt közben most menni fognak az autók, lehet, hogy nem túl sok mindent fogtok hallani belőlem. Aztán vannak ezek a fajta tűk, például ugye ez egy nagyon vastag, tehát ez még az én aranytűmnél is vastagabb tű. Itt próbálom kivenni, hogy mik vannak. Próbáltam elhozni, hogy újra megmutogatni őket. Na hát ezek azok, amiket ugye itt Magyarországon igen drágán sok ezer forintért árulnak, de hogyha az AliExpressre mondom és a Wishre fölmentek, akkor ott pár száz forintért vagy 1-2 ezer forintért megkapjátok, tehát nem kell túl drágán megvenni. Csak idő, amire megjön. Tehát itt látható, ugye ennek is három mérete van, ennek a fajta tűnek. Hát ezt inkább a kongréhoz, tehát ugye ahol már adottak a lukak, tehát ez valami lukacsos anyaghoz, én inkább ahhoz használnám ezt a vastagot, tehát vagy valami nagyon laza szövésű anyaghoz. Aztán ugye van az a kis picike is, ami így néz ki, tehát ugye, hogy egy cső van hozzá, és még azon felül 5 darab tű. Ezt is megpróbálom itt nektek kivenni. Tehát nem tudom, mennyire látszik, tehát ugye egy ilyen kis csőre kell rá helyezni. Ez is, ezt már mutattam erről is videót, hogy egy kicsit nyeklik, tehát ez sem az igazi, tehát itt jó alaposan meg kell fogni, de ezek is jók, tehát ugye minél vékonyabb, ugye attól szebb dolgokat lehet készíteni ott, ahol aprólékos a mintánk. Aztán még találkozhatunk, ugye van ez a lila tű, és ez a kék tű. Na hát igen, igen, ő is egy egész jó kis tű, csak ugye ehhez is a nagyon vékony fonalat lehet használni. Nem tudom, hogy hallatok-e engem, remélem, hogy elég hangosan beszélek, próbálok itt azért, közben itt mennek a járókelők. Na, szóval, hogy igen, van még ez a tű, és ugye tegnap egy fiatal emberrel beszéltem, aki hát ezt a tűt vásárolta, igen, tehát nekem is a menet ugye meg van szakadva, tehát ezeket nem nagyon érdemes megvenni, mert ugye nem is rögzül neki a tű része, úgyhogy én azt mondom, hogy hát ezek igen, tehát kínai tű. Ha az ember kifogja, akkor igen, nagyon jó, hogyha ha ezeket megvásárolja, és böködni szeretne vele, tehát azért mondom, a vékony fonalakkal fog tudni böködni, de sajnos rengeteg a selejt a piacon, úgyhogy én nem nagyon szeretem őket. Megvásároltam, de tehát én is így jártam, tehát nem működnek. Az, amit ugye én használok, az ez a fajta tű. Tehát ugye mondtam, hogy van egy vastag tű és egy vékony tű. Itt van. Tehát ugye ő az Aguja Magica és a Ponte Russo. Tehát ugye a vékony a Ponte Russo, a vastag az Aguja Magica. Ugye magyar fordításban ez a mágikus tű, és a vékony tű a Ponte Russo, az pedig az orosz pont. Tehát ez a fordítása. És amit látjátok, most próbálok felállni egy kicsit. Egy kicsit, hogy jobban lássátok. Tehát ugye van neki 4 pontja. Az összes többi kínai tűt is ugye lehet állogatni, tehát azoknak is van pontjuk, ahol állítani lehet, tehát ilyen számokkal vannak jelezve, meg mondom, ilyen kis tekerőke. Ugye a milyenkén egy ilyen kis kapocsszerű, egy ilyen fém kampó van, amit ugye, hogyha oldalra, remélem, hogy láttok, tehát amit oldalra, hogyha így összenyomom, és odébb teszem, így, tehát belehelyezem ugye a másik pontba, akkor egy kis pröcökkel ez itt kijön, és ugye ettől kezdve a hurok magasságom megnagyobbodik. Tehát ugye, ha lejjebb teszem, egy lukkal lejjebb azt a kis pröcköt, akkor ez a kis kampó rész lejjebb megy, tehát a hurok magasságom is kisebb lesz. Ugye ez az, amivel tudom mérni azt, hogy én milyen vastag szőnyeget szeretnék. És még, persze nem csak erre való,
hanem mint láttátok már a pávámat, vagy pedig a kutyusomat, de akár a télapót is mutathatom, bár igaz, hogy nyár van, de legalább egy kicsit lehűlünk. Úgyhogy, tehát igen, egy vastag tűvel tudunk ilyen prémes dolgokat készíteni. Így itt látjátok, mint ezen a télapón is. Tehát ugye a vastag tűvel tudunk ilyen prémes dolgokat készíteni. Itt ugye magasabbra állítjuk ezt a pontmagasságot, és az lesz ugye a mérvadó, hogyha egy kefével kikefélem, tehát egy ilyen egyszerű kis kefe kell hozzá, amivel ugye ha kiböködöm, akkor egy kefével utána megkefélem, és ilyen szép szörmés lesz. És én minél magasabbra állítom a pontokat, attól hosszabb szörmét fogok kapni. Tehát ugye itt lehet kombinálni is, mivel ugye van bajsza is, meg szakálla a Mikulásnak, és ugye, hogyha elképzeljük ugye, hát az emberi arcon is, ahogy van a bajusz rész, meg a szakál rész, tehát ugye ez a felső ajak részünk, ez kijebb áll. Tehát ugye itt most magasabb fokozatra fogom állítani a tűmet, tehát itt felállíthatom akár egy hármas fokozatra is ugye a tűt, kiböködöm, és utána egy kefével megkefélem. De viszont a szakál résznél csak egyes fokozatra állítom, tehát kisebb hurok magasság lesz, mert az alatta van, és akkor így egy kicsit látszik, hogy így rá domborodik. Tehát itt egy kicsit több van, több a szakál, vagy több a bajusza, és kevesebb a szakálla. Tehát ugye ezek a pontok ezért is jók. Megmondom persze arra is, hogy a szőnyek magasságunkat, tehát a szőnyeknek a magassága, hogy milyen vastag legyen. Hát de ez is persze természetesen az emberek bukszájától függ, hogy ki mennyire szállja rá a pénzt, mert azért, hogyha elég magas a hurok, ugye az hát elég funa zabáló akkor a tű, és hát nem igazán gazdaságos, hozzá kell tegyem. Közben megnézem, hogy van-e kérdésetek. Nem lehet jól hallani. Akkor még egy kicsit próbálok valahogy közelebb jönni. Nem tudom, hogy ha közelebb jövök, akkor egy kicsit talán jobb, akkor állva próbálok magyarázni, nem ülök le, és akkor talán így jobb lesz. Vagy nem tudom, lehet, hogy az időjárás miatt egy kicsit fúj a szél, és itt vagyok kint a levegőn. Jó, akkor szerintem megmutatom nektek a befűzését, jó? Hogy akkor az is meglegyen. Keresek itt egy fonalat. Itt például egy barnát. Ugye tegnap, amit megosztottam, tehát ugye ezt a kis kuktát, vagy ilyen kis szakácsot. Igen, meg is érkezett az, amit vártam, de megmondom őszintén, otthon felejtettem. Tehát biciklivel jöttem le, fölpakoltam mindent, és jöttem ide a várhoz, és nagy igyekezetemben az viszont otthon maradt. Na de akkor most fűzzük először be a tűnket. Ugye az mindig nagyon fontos, hogy a fonalunk az laza legyen, ezt is el szoktam mondani, hogy tehát a fonalnak lazának kell lenni, amikor ugye böködünk, tehát egy 5-6 rántást kell tenni rajta, hogy ne feszüljön ugye a tűnkbe a fonal, és arra is oda kell figyelni, hogy ugye nehogy valamelyik szögbe elakadjon. Na most ugye ezt a tűt, az én fajta tűmet, ezt úgy fűzzük be, hogy itt van egy ilyen kis luk, és itt a hegyénél is található ugye egy kis apró lukacska. Na most igen, hoztam én szemüveget is, ha jól emlékszem. Hoppá! Vagy nem, de... Úgyhogy akkor ezt én föl is teszem, mert nem fogok látni rendesen. Egy pillanat, egy kicsit megtörlöm, mert itt hogy csak okos a rendben. Hogy én is jobban lássak. Na most... Ugye itt van nekünk a fonalunk, ugye ott van az a kis lukacska, alulról fölfelé belebújtatom a fonalamat. Aztán itt, ahogy van a hegyet, tehát ugye húzom fölfelé a fonalat, itt a hegyénél is van egy luk, abba is belefűzöm. És húzom, ugye a hornyos részt néz fölfele, és ha visszahúzom a fonalat, akkor belesiklik abba a vájadba. Hagyok egy 2 centit a végén, és akkor ugye már is kezdődhet a böködés. Én tisztán hallok. Jaj, de jó, Melikém, te jó, legalább akkor te hallasz. Egy valaki már hallja, az már jó. Na, szóval, ha gondoljátok, még egyszer mutatom. Tehát ugye úgy fűzöm be ezt a tűt, hogy alulról fölfelé abba a kis lukba,
és aztán itt a hegyénél belefűzöm, és megyek kifelé, húzom, 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 és visszahúzom, és belesiklik ugye a vájadba, hagyok 2 centit, vagy 1/3, ami éppen kilóg, és ugye kezdődhet a böködés. Na most, hogy milyen fonalakat használunk? Ugye a vastag tűhöz én Liza fonalat szoktam használni, közben addig leveszem a szemüveget, ameddig csak beszélek. Tehát a vastag tűhöz én Liza fonalat szoktam használni. A Bella fonal általában az a vastag és a vékony tűhöz is jó. És még ez a Norton fonal, ha jól ejtem ki a nevét, tehát még ez is nagyon jó ugye a vastag tűhöz. A vékonyhoz pedig Margaréta fonalat szoktam használni. A Bella fonal is nagyon jó a vékony tűhöz, tehát azt mind a kettő tűhöz lehet általában használni. Aztán a Catania fonal, ami még jó a vékony tűbe, tehát ebbe az aranyszínű tűbe. Aztán a Julia fonal, igen, ő a vastag tűbe való. És egyetlen egy, amit szoktam mondani, a soft fonalt, ez az O-Red Hard Soft, azt néztem itt a kosaramban, hogy benne van-e, de nem hoztam el. Tehát hogy az O-Red Hard Soft fonal, amit szoktam mondani, ő egy lazább sodrású fonal, tehát őt szoktam használni prémesítésnek. Na most nem mondom azt, hogy a Liza fonalat nem lehet, vagy a Bella fonalat, de ugye minél vékonyabb egy fonal, annál kisebb lesz a szőre. Tehát a vékony tűvel is, ha böködünk egy margaréta fonalat, tehát ott is tudunk elérni prémesítést, csak az tényleg olyan kis picike kis szőr lesz, tehát hogy nem lesz olyan nagyon prémes. Tehát ha láttátok a pávámnál például, itt mutatom, lehoztam azt is, tehát ugye ez volt a soft fonalam, tehát ugye ez a zöld része, ez volt a soft fonal, amit ugye kiböködtem, van is erről videó, tehát a YouTube-on a mágikus tűs, YouTube, ha beírjátok a YouTube-ra, hogy mágikus tű, akkor a csoportunkat ki is fogja adni, és akkor ott meg tudjátok nézni, de különben bent van a csoportban is, tehát meg vannak osztva videók, majd hogyha vége lesz itt ennek az élőadásnak, akkor újra megpróbálom előosztani a videókat, és akkor meg tudjátok nézni, vagy hát legalábbis az újak, akik meg szeretnék nézni. Tehát igen, mondom, hogy a soft fonal az, ami ugye ez a zöld prémes rész. Tehát böködünk egy 4-5 sort, elvágjuk a fonalat, és fogjuk a kefénket, kikeféljük. Megint böködünk egy 4-5 sort a zölddel, természetesen kihagyva ugye ezeket a részeket, és akkor megint kikeféljük. Tehát egyszerre soha nem szabad egy egész területet megböködni, és úgy nekiállni böködni, mert akkor el fog szakadni az anyag. Tehát ugye rétegesen kell. Tehát mondom, egy 4-5 sor, és akkor kefélünk, aztán megint 4-5 sor, megint megkeféljük ugye a munkánkat. És ugye itt, amit mondtam, hogy ugye a margaréta fonalból is lehet, na most ez a rózsaszín rész, itt ennél a cseresznyevirág, gondolom, hogy az lehet, tehát ennél a cseresznyevirágnál nevezzük így, tehát itt látjátok, itt azért kisebb a prém, nem olyan hosszú, mint itt, meg nem olyan vaskos, tehát ugye ez margaréta fonallal volt böködve, de gondoltam, hogy ne legyen csak úgy simán kiböködve, tehát itt látszik a szirmoknál, hogy ott hurkok maradtak, tehát icipici kis hurkok maradtak, de itt ugye, ezt egy kicsit így megkeféltem, hogy gondoltam, hogy egy kicsit így szebb lesz, tehát ilyen 3D-sebb lesz a virág. Jó, tehát akkor a fonalakról, ha nincsen kérdés a fonalakról, jó, jól lehet hallani, nagyszerű, akkor állva fogok dolgozni, megbeszélni. Igen, tehát akkor a fonalakról ugye ennyit. Nem, annyit még, olyan kérdés is volt a csoportban, hogy mennyi fonal kell egy munkához. Na most ugye ezt én nem fogom tudni nektek megmondani, mert nem tudom, hogy milyen tűvel dolgoztok. Tehát attól függ, hogy milyen tűvel dolgoztok, mert például ha valakinek ugye a kínai tűje van, vagy tehát ugye ez a tű, ami az én fajta tűm, tehát mindegyik másik fajta hurkot tesz le. Tehát nem tudom, milyen méretre állt. Én azt szoktam mondani, ugye úgy, ahogy a kötésnél is, vagy a horgolásnál, tehát ugye vannak ilyen próba minták, amiket szoktak készíteni így a kötősök meg horgolósok, hogy 10x10 centis kockát leszoktak ugye kötni. Na most itt is, tehát meg lehet azt csinálni, hogy fogom ugye a molinó anyagomat, mert ugye molinóra dolgozunk, azt is el fogom mondani mindjárt, tehát fogom a molinó anyagot, kifeszítem ugye a keretre, és rajzolok egy 10x10-es kockát, amit
kiböködök. Ugye felállítom egyfajta fokozatra, amilyen hurokmagassággal szeretnék dolgozni, teszem azt mondjuk a kettesen van, tehát a kettesre állítom, ugye ennek a résznek, ugye a kampóig, tehát ugye ezt mindig le fogom nyomni egészen a molinóig, tehát mindig el kell érje, mert ugye akkor lesznek egyformák a hurkok, és tehát ugye ennek a magasságnak lesz a fele a hurok. Mert ugye ahogy lebököm, meg visszahúzom, ugye ez megfeleződik ez a távolság, és ugye az lesz a hurok magasságom. Na most ugye egy 10x10-es kockát, ha kiböködök, akkor ha egy egész vonalat kezdtél meg, ugye általában 5 dekás egy fonal, de ha egész vonalat kezdtél meg, akkor miután kipököttet, elvágod a fonalat, és leméred a fonaladat, hogy mennyi marad belőle. És akkor úgy tudod kiszámítani, hogy ugye egy 10x10-es kocka, most mondok egy butaságot, csak hogy mondjuk 5 dekás a fonal, de ugye az 50 gram, akkor mondjuk 5 grammot használtál, most ez butaság, vagy lehet 1 gramnak. Tehát például 1 grammot használtál el, de ez csak példa, 1 grammot használtál el egy 10x10-es kockára. Tehát akkor ugye be lehet szorozni, hogy akkor egy 1 méterszer 1 méteres kereten, vagy egy 60x40-es kereten mennyi fonalat fogok én ugye fölvenni. Ha például ugye váltakozik a fonal, tehát ugye nem egyfajta fonala, nem egy márkájú fonala dolgozol, és magasabbra szeretnéd a hurkot tenni, tehát ugye az már ott több fonalat fog fölvenni, és hogyha ugye másfajta a fonal, akkor megint csak ugye, tehát ez itt a probléma, hogy ha kevered a fonalakat, akkor nem fogod tudni ezt olyan pontosan kiszámolni, tehát érdemes mindig többet venni a fonalakból, tehát nehogy elfogjon. Úgyhogy ezt így nagyon nehéz kiszámolni, mondom, de ha csak egyfajta fonalat dolgozol, és úgy böködsz, akkor én azt mondom, hogy ez a legjobb módja annak, hogy azzal a márkájú fonallal és azzal a tűvel, amivel böködsz, azon a magasságon egy 10x10 centis kockát kiböködni, és akkor lemérni, hogy az hány gram volt, ugye, hogy amit felhasználtál fonalat. Jó. Nem tudom, hogy fonallal kapcsolatosan még valami. Igen, azt nézem, hogy mit írtok, de azért hallotok. Hát van, aki nem hall, van, aki hall, pedig én próbálok hangosan beszélni, meg hát most már közel vagyok itt a telefonhoz. Jó, hát akkor a fonalakról egyelőre nekem ennyi jut eszembe, amit itt el szerettem volna mondani. És akkor jön ugye az anyagunk, tehát ugye a molinó. Ezt is sokan már próbálgattátok, ugye. Én mindig azt szoktam mondani, hogy 5 éve, lassan 6 éve készítem ugye ezeket a szőnyegeket, és én lassan most már 6 éve csak Székesfehérváról a Motex Kft-től rendelem az anyagot. Tehát ugye ez a molinó anyagunk, egy ilyen sárgás, egész laza szövésű anyag, így próbálom, hát nem tudom mennyire látszik így megmutatni nektek, de igazából nagyon méteráru boltban nem is fogjátok megkapni, inkább kárpitos boltban. Tehát hogyha én mindenképpen ugye szoktam ilyen mintát küldeni, az, aki ugye az én fajta tűmet rendelte, de kárpitosboltba, tehát oda menjetek, mert ott inkább, tehát ott jobban fogtok kapni ilyen molinót. A Szabó Erika, ő bent van a csoportunkban, neki is van egy boltja, nála is van, de az övé egy picivel sűrűbb szövésű, tehát azt inkább csak a vékony tűhöz ajánlanám, tehát a vastag tűvel arra nem lehet böködni. Ez lazább szövésű, tehát az, ami a Motex Kft-nél van, tehát ugye ez az anyag, tehát ezt ajánlom a vékony tűhöz is, és a vastag tűhöz is, és a kínai tűhöz is, tehát hogyha kínai tűt rendeltek, akár az AliExpressen, vagy bárhol, ez most nem tudom mennyire hallatszik, de éppen megszólalt a templomnál a harang, vagy ez a harangszó. Gondolom 6 óra lehet valószínű, akkor szokott szólni. Szóval, tehát azt mondom, hogy a kínai tűhöz is jó ez a molinó, tehát nyugodtan használhatjátok, de nem az a nagyon vastag, amit mutattam. Tehát azt kimondottan én inkább csak a kongréra használnám, mert mondom, az annyira vastag, hogy ezt is szétszakítaná. Tehát ez egy nagyon laza szövésű, inkább majdnem olyan, mint a zsák, tehát ilyen zsákszerű anyagra
lehetne vele böködni. De mondom, a kongréót megadottak a lukak, tehát ott az meg tökéletes. Vagy ha láttátok még Daniellától ugye ezt a Talagarzát, remélem jól mondom, mert mindig összekeverem. Tehát nem nagyon jó a brazil tudásom, de remélem majd egyszer jobb is lesz. Tehát, hogy ez a Talagarza, igen, remélem, hogy jól mondom, de majd a Mauro majd kijavít engem, a hozzászólásban nem jól mondom. Tehát ez a Talagarza is, ugye ott is ilyen nagy lukak vannak, és ugye a vastag tűvel lehet az a kék, amit mutattam, ugye ez a nagyon vastag tű, amire mondtam, hogy ugye a molinóra nem jó, tehát azzal lehet böködni, vagy akár a mi vastag tűnkkel lehet azt ugye kiböködni. Amire ugye nem tudom, hogy mennyire mondom, mennyire néztetek körül, ez a kockás, rácsos anyag, amire subázni szoktunk, ez Magyarországon ez a kanaba vászon, vagy aida vászon néven található meg ez a Talagarza. Jó, tehát akkor mondom, a Molino az a székesfehérvári Motex Kft., tehát én onnan vásárolom, és hát én nektek is ajánlom, hogy ha szeretnétek ugye böködni, akkor tényleg onnan, mert nem azt mondom, hogy nem szakad, tehát kezdőként mindenkinek szakad el a munkája, tehát olyan nincsen, hogy nem. Tehát nekem is az első 2-3 munkám nekem is elszakadt, mert ugye kapiskálgattam, kapargattam, visszabontottam, még egyszer böködtem, nem tetszett, ferdelett, tehát hogy igen, ilyenkor el fog szakadni, de nem kell megijedni, mert ki lehet javítani. Tehát, hogyha egy darabot levágsz belőle, és odaférceled, és visszarajzolod a vonalat, akkor ugyanúgy ki lehet böködni, úgyhogy nem lesz az a probléma, nem fog látszani, ott a színe oldalán se, ott, ahol a hurkok lesznek, és ezen az oldalon sem, mert ugye zöltésekkel eltakarod. De ezt úgyis le fogod ragasztani, úgyhogy itt sem fog látszani. Jó, akkor ezzel ugye akkor meg is volnánk, hogy akkor a Molino az ugye, amire dolgozunk, mondom meg a Kongré még, amire lehet ugye dolgozni. Hát vannak a csoportban, akik más anyagot is kipróbáltak, úgyhogy nyugodtan kérdezzétek, hogy a többiek mit, meg hát a többiek is nyugodtan írják meg akár ide kommentbe is, hogy mi az, amit ők használnak, de van, aki ugye ilyen pamutvásznat használ, vannak ezek a zsákszerű anyagok, hát sajnos a nevüket nem tudom pontosan, de többfajta anyag van. Én csak a Molinóra dolgozom, az biztos, tehát hogy én ezt tudom elmondani. Jó, akkor ugye kezdjük is azzal, hogy itt van nekünk ugye a keretünk, így mutatom. Tehát minden egyes munkához, mondtam, hogy nagyon sokat tudok beszélni, mert erről a technikáról sokat lehet beszélni, tehát hogy nem fogom tudni annyira rövidre fogni. Ugye ehhez a technikához szükségünk van egy keretre, amire feltétlen, mert ugye arra fogjuk rá feszíteni a molinónkat. Aztán szükség van molinóra, fonalakra, akár Liza, Júlia, Bella, Catania, Margaréta, tehát ugye ezek a kötőfonalak, bármilyen, a karakternek megfelelően, amilyen szintéppen választotok. Nyugodtan lehet keverni is a márkákat, tehát nem probléma az egy munkánál. Amit a karakter megkíván, inkább arra hasonlítson, és akkor szép élethű lesz a munkán. Aztán, ugye miután megvan a keret meg a molinó, hát ugye mondom, a fonalak kellenek, az olló, és valamilyen mágikus tű, tehát akár ez az aranyszínű, ami nálam van, vagy akár ugye ez a kínai tű, amiket ugye mutattam, tehát akár ezekből is lehet válogatni. Igen, és akkor megfogom a tűmet, az előbb betűztük, nem, először a szemüvegemet fogom meg. Igen, most egy kicsit itt állva bajosan vagyok, de megoldjuk. Tehát itt a szemüvegemet kihúzom, és valahova betűztem a tűnek is. Na, itt ramadottam. Olyan 20-an lóg a cérna, hogy nem is találom. Na, szóval, tehát ehhez akkor most le kell üljek valamelyest, nem tudom, hogy fogtok látni. Egy kicsit lejjebb teszem így, amennyire tudom. Hát ettől jobban nem tudom, de nem baj. De remélem, hogy látni fogtok. Most én próbálom kihúzni az írásotokat. Úgyhogy nem látom, hogy mit írtok. Tehát igen, na, amit elmondtam, ezt nem is fejeztem be. Tehát ugye kellenek ugye a fonal, a keret, a molinó, egy olló, a fonalak és ugye valamilyen tű. Ez az, ami kell ehhez a technikához. Ugye a keretre felfeszítem a molinómat, úgyhogy legalábbis jól lehessen rajta dobolni. Nem tudom, hogy itt vagyunk-e még, de itt vagyunk. Tehát a lényeg az, hogy jó feszes legyen. Utána, tehát egy zsírpapírra megrajzolod, leülök hozzá, mert nem látom magamat. Tehát egy zsírpapírra lerajzolsz valamilyen mintát, és ide mögé teszed. Tehát ide behelyezed,
a zsírpapírodat. Ugye a molinó az egy nagyon laza szövésű szövet, tehát jól át fog látszani. Jól át fog látszani, úgyhogy szépen át lehet alkoholos filccel rajzolni. Na most, itt van nekünk ugye ez a kuktánk, és itt van a haja része. Na most a haja részét, ahogy mondtam, tehát ugye rémesíteni fogom, hogy egy kicsit ilyen élethű legyen. Ugye úgy fogom a tűmet, hogy a hüvelykujjam néz a hornyos vége felé, tehát ugye ennél az aranytűnél. A kínai tűknél ugye arra kell figyelni, tehát most nem veszek elő, hogy vegyek elő egy kínai tűt is. Például ezt. Tehát ugye ennek a tűnek ugye nincsen bevágott része, nem jelöl semmit, tehát hogy itt ugye ezeknél elég nehéz arra figyelni, hogy melyik a helyes irány. Na most ugye, ha nincsen, tehát úgy, mint itt nálunk, hogy ugye itt van a hüvelykujjad, akkor arra kell figyelni minden egyes kínai tűnél, hogy ahogy van a tűnek a hegye, a csapott rész, tehát a csapott rész, megpróbálok felállni és mutatni, tehát a csapott résznek kell nézni a haladási irányba. Tehát ott, ahol le van csapva a tű, mindig az néz a haladás irányába. Erre kell ugye nagyon figyelni, és úgy kell böködni. De ugye mi tűnknél, tehát ugye az aranytűnél ez sokkal egyszerűbb, mert mondom, ugye itt is itt van a bevágott rész, tehát mindig ez lesz a haladási irány. Na most ugye úgy kezdünk el böködni, hogy kinézünk magunknak ugye egy pontot, de mivel most nem fogunk kontúrozni, hanem csak kitöltünk ugye egy részt, amit ugye ki fogunk tölteni, és utána kiprémesítünk, ezért, tehát egy pontba elkezdem, ugye a csapott része néz a haladás irányába, lebököm, ja igen, és ugye a kettes ponton van, tehát mivel hajat készítek, ezért nem az egyesre, hanem a kettesre állítottam, hogy egy kicsit szörmésebb legyen a haj. Tehát ugye lebököm a tűmet, így, egészen addig a pontig, ameddig az a kis kampó van. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy minden egyes öltés addig a pontig le legyen bökve, mert akkor lesz ugye itt hátul, ahogy húzom vissza, akkor lesz egyforma a hurkunk. Na most, ugye ennél a tűnél, a másiknál, ugye itt nincsen kampó, nincsen semmi, tehát ugye a tűnek a vége az a mérvadó. Tehát ennek a tűnek a vége. Ugye ezeket lehet állítani, vagy egy oldaltekerővel, vagy egy középsővel, közben megy az autó. Tehát, hogy ugye ezeket lehet rövidebbre, hosszabbra, tehát akkor az a lényeg, hogy ha kínai tűnk van, akkor mindig egészen addig, ameddig csak le lehet ugye nyomni a tűnek a foka, vagy nem tudom, tehát amit ugye fogunk, egészen addig le kell nyomni. Most ezzel nem akarok, mert ez túl nagy lukat csinálna, ide is kiszakadna, tehát nem akarok belebökni. De értitek, ugye, tehát ugye idáig, hogyha hosszabb a csőrész, tehát ugye a hurok magasság hosszabbra van állítva, akkor ugyaneddig minden egyes öltést addig le kell bökni. Jó, na, tehát próbálom úgy mutatni, hogy itt látszódjon is. Tehát és akkor ugye elkezdünk bökölni. Na most nem így, ugye, hanem én úgy szoktam, hogy fogom, én fakhír vagyok, mint ezt már sokszor elmondtam, de hogy ezt úgy szoktam, hogy a hüvelykujjammal, tehát a bal kezemen a hüvelykujjammal rá szoktam tartani, ráfeszítek még ugye az anyagomra, hogy még feszesebb legyen, de úgy is lehet, hogy alulról, ha valaki alulról nyomja, azt is lehet, tehát ugye a két erő találkozik, és akkor könnyebb bökni ugye a tűnket. Na most én így mutatom, mert így könnyebb. Tehát ugye lenyomtam egészen eddig a kampóig, próbálok közelebb jönni, így láttok, remélem. És ugye haladok, megyek, és egy pici öltést nem emelem föl az anyag fölött, tehát úgy haladok, hogy csak egy pici öltést teszek. Így. Remélem, hogy jól látszik. Nem tudom, hogy forduljak. Még forduljak valamerre? Esetleg. Így talán így jobban fog látszani. Tehát ugye fölemelem a tűmet, éppen csak az anyag fölé, és egy pici öltés, egy varrógép öltésnyit fogok haladni. Így. És így haladok tovább, körbe-körbe. Mondom, itt nem kontúrozok, tehát mindig, azt is sokszor elmondtam már
és látod, itt megfordítom a tűt, tehát ugye a haladási irányom itt fog folytatódni, ezért fordítok a tűn, mert ugye a keretet most nem tudom forgatni, fordítok a tűn, hogy a bevágott része haladási irányba nézzen, és úgy tartom a tűmet, és úgy fogok tovább haladni. Igen, hát ez itt állva egy kicsit nehéz, meg elakad a fonalam, de remélem, hogy menni fog. Tehát ugye pici öltéseket teszek le, és ha felvesztek egy ilyen lendületet, akkor sokkal szebben fogtok ölteni. Tehát minél lassabban öltötök, annál lazább lesz az öltésetek, és akkor az ugye nem annyira szép. De hogyha egy kicsit felveszitek ezt a lendületet, és tényleg, hopp, itt egy gaz, erre figyeljetek, hogyha netán kint a szabadba vagytok, akkor az oda beleakad. Tehát ha felvesztek egy lendületet, akkor sokkal szebben fogtok haladni, tehát nem lazul úgy föl az a kis szál. Így. És megint megfordítottam, és ugye a haladási irányba néz az a bevágott csapott rész. És nem kell teljesen mellette menni, mivel most vastag tűvel ültünk, ezért elég, hogyha ha ilyen kicsit hézagosabbra öltünk. Így. Megint fordítok, és mindjárt készen is vagyunk. Ha gondoljátok, megmutatom ezt a részét is, ahogy a hurkot képzi. Mivel nem tudom, hogy mennyire látszik. Hoppá. Tehát én közben beleakadtam a fonalba. Bocsánat, egy kicsit le kell üljek, mert elég kényelmetlen ez így. Na, hogyha így jártok, ugye, hogy nem akart ölteni, mert ugye elakadt a cérnátok, akkor csak fogjátok ezt a tűt, visszafele húzzátok ezt a fonalat, a tűt meg ugye lefelé a fonalon, és a lukba, ami a következő volt, abba így beleszúrjátok. Tehát nem történik semmi baj, ugyanúgy lehet tovább ölteni, arra vigyázva, hogy nehogy kiszakítsuk az anyagot. Tehát ott lefogod az öltést, hogyha már úgy van, egy kicsit lukasabb lett, így. Na most miután ez megvan, akkor ezt el kell vágni. És az a kérdés, hogy hoztam-e ollót. Elvileg hoztam. Gyakorlatilag is. Így. Azaz. Tehát ugye itt van nekünk a szőnyeg részünk. Ebből lett a szőnyeg. Tehát ugye, hogyha kiböködjük ezeket is itt körbe, nem itt mutatom, hanem másik oldalon. Tehát ugye itt van ez az öltött részünk, de ugye ez a haj része, ezt ki fogom kefélni. Ha viszont olyan részt böködök majd, amikor már az összes haj rész ki lesz kefélve, ugye ezek is itt oldalt, meg itt fönt, akkor utána jöhet a kontúrozás feketével, vagy ki milyen színnel szeretné, de hát általában feketével szoktuk a kontúrokat készíteni. Tehát miután már kiprémesítettünk mindent, akkor jöhet a többi résznél a kontúrozás. Először feketével körbe kontúrozom, és utána töltöm ki ugye valamelyik színnel. Jó, akkor fogom most a kefét, és akkor megmutatom nektek. Már ezt érdemesebb egy asztalon készíteni, mert hát így elég nehéz így a puha bőrén az embernek, de azért megpróbálom. Tehát semmi extrát nem kell csinálni. Fogod ezt a kefét, és elkezded simogatni ezeket a hurkokat. Oda is, vissza is. Ha netán jön a szál, akkor se ijedj meg, hanem nyugodtan csipjed le. Így. Nem történt semmi baj. Elrontani nem lehet. Így. Látjátok, már is prémesedik. Miután ugye ez a rész megvan, akkor jöhet egy következő tincs, amit kiböködök, és azt is kikefélem. Tehát mondom, nem szabad egyszerre az egészet. Aztán lehet úgy is, hogy nem ezzel a barnával, hanem egy másik árnyalat mellé, és akkor egy kicsit így összemosódik ugye
a hajszín, tehát nem lesz olyan egyforma színe. Kicsit zavarba vagyok, mert ide ültek éppen a padra. És itt figyelnek, még mennek az autók és lelassítanak. Na de hát én akartam jönni a Simótóriai várhoz, ugye ki a szabadba. Mindig azt szoktam nektek mondani, hogy olyan furcsa beszélni a számokhoz, mert ugye ti csak, hát én csak számokkal látlak benneteket, hogy hányan vagytok. Most meg még az is baj, hogyha vannak körülöttek. nem baj, csak viccelek, de hogy az ember egy kicsit zavarva. Na, szóval, akkor ezt közben kifértük, és nézd. Tehát ugye itt van a hajának egy része, amit kikefértünk, és ugye nem jött ez itt le. És miután ugye mindent kiböködtünk, akkor utána ugye ezt az egészet, hogyha kész a munkánk, akkor le kell ragasztani. De az majd egy másik történet lesz, tehát azért ezt itt kint a szabadban már nem fogom tudni megmutatni nektek. Jó, akkor mutathatom még tovább is, tehát hogy mivel itt az arca rész, fűzünk be egy vékonyat is esetleg. Mutassam azt is? Na várjatok, akkor keresek egy vékony tűt. Egy pillanat, ezt ide leteszem. Előveszem a mesekönyvnek a... Igen, itt látjátok, ugye itt van a mesekönyvem is, amit ugye én írtam. És ugye az én fajta aranytűmről szól, tehát a mágikus tűről. És ugye az utolsó mondat az, ha történetem elhiszed, mese végén kísérszény, de mágikus tűt megleled. És ugye hát itt vannak benne a varázsgombolyagok, úgy mint a mesében. Benne van a szövet, ugye itt is benne van, hogy az, ami kell hozzá. Tehát ugye ezeket a fonalakat használjuk. És ugye hát itt van a tű. Na most én a vékony tűt azt innen kiveszem, hogy használatba vegyük. És akkor fűzök bele egy fekete fonalat. Igen, látjátok itt is, tehát ugye margaréta fonalat fogok használni. Ezt a papírt is ugye jó eltenni, tehát azt is szoktam mondani, igen, ezt is megmutatom nektek, hogy itt a papíron, tehát ugye itt, amik vannak számok, hát nem tudom, mert itt, igen. Tehát itt, amit láttok számokat, ilyen lotszámot, meg arcszámot, meg kolorszámot, meg minden, tehát ugye ezt a papírt érdemes eltenni, mert ha elfogy a fonalad, hiába mész el még egy fekete fonalat venni, ha nincs meg ez a papír, és nincsenek meg ezek a számok, akkor nem egyforma fajta feketét fogsz venni. Tehát veszel te egy ugyanúgy margaréta fonalat és feketét, de más lesz az árnyalata. Tehát ezért érdemes inkább eltenni a papírt, és akkor úgy kérni, hogy te ezekkel a kódszámokkal, meg lotszám, meg arcszám, meg nem tudom milyen számokkal kérni, hogy neked ez a fajta szériájú fonal kell. Na most ugye a vékony tűt is ugyanúgy, mint a vastagot. A vékony tűt is ugyanúgy, mint a vastagot. Tehát ugye ez is ugyanúgy működik. Egy kis különbséggel, tehát a befűzése ugyanaz. Ugye alulról fölfelé belefűzöm a fonalat. És a hegyénél átfűzöm. Ezt is húzom. És itt a vájatnál ugye visszafele. Tehát itt egy kicsit beakasztom, mert közel van a kampó. Tehát ugye visszahúzom, és a vájatba bele fog menni. És egészen addig húzom vissza, amíg egy 2 centi körülbelül nem marad a végén. Na most, tehát ugye mondtam a kontúrozást, ami általában ugye feketével szokott történni. Tehát ugye megfogok itt is mindig. Tehát úgy haladunk a kontúrozásnál, hogy kinézek egy pontot, és addig a pontig megyek egészen a végéig. Így. Tehát soha nem haladok úgy, hogy itt megyek, és erre a szélén, meg erre a szélén, nem. Tehát ugye ez a vonal, ez itt kezdődik, és itt van neki vége. Ennek a vonalnak itt az eleje, haladok vele, és itt a vége, tehát el fogom vágni a fonalamat. Haladok tovább, ugye, itt az eleje, haladok erre, fölfele böködök, és itt el fogom vágni. Tehát ugye értitek, amit mondok, hogy visszaveszem a szöveget. Nagyon szuper, ó, köszönöm szépen. Drága kisfiam is nézi, azt is látom. Na, szóval tehát a lényeg az, hogy mindig ponttól
pontig, tehát akkor lesz ugye szép, mert hogyha ha így belehaladunk így, meg így, meg így, tehát ugye az nem annak a körvonala, tehát ugye mindig ponttól pontig, A-tól B-ig haladunk. Na és ugye itt is, mondom, ugye 2 centire kilóg, és akkor ugye a vékony tűvel is, tehát ugye a lebököm, igen, tehát a vékony tűnél még azt szeretném elmondani, majdnem elfelejtettem, hogy a vékony tű, tehát ugye ha kicsi fokozatra állítom, látjátok, hogy milyen kicsike? Tehát ezzel nagyon hurok magasságot így nem fogtok tudni elérni, mert nem tudok beszélni, kezdem menni a hangom, tehát nem nagyon fogtok tudni hurok magasságot elérni. Ugye a vékony tűnél mindig azt csináljuk, hogy a 3-as fokozat, én így szoktam, tehát a 3-as fokozatra vagy a 4-es fokozaton szoktam kezdeni, de általában a 3-ason. És amikor készen van egy munkánk, tehát amikor teljesen, azt is mindjárt mutatom, itt a kutyuson, tehát amikor készen van egy munkánk, például ugye itt ez a kis kutyus, ugye ezt is ugye a vastag tűvel itt beprémesítettük, és a többi részét ugye vékony tűvel bököttem. Tehát amikor készen van egy munkám, akkor egy ilyen kerületet, mint ahogy itt is látjátok, ez a kék színű, így a kutya körül, tehát ezt a kék részt ugye azzal a hurok magassággal megyek végig a fekete kontúr rész mellett, tehát ugye a 3-assal. Megyek 2 kört. Aztán lejjebb viszem a 2-esre, megyek még 1 kört, egészen így körbe. És a végén leviszem ugye az 1-esre, azzal is megyek 1 kört. Na és ettől fogva, tehát nem úgy lesz a vége a munkámnak, látjátok? Tehát így kidomborodik errefelé. Tehát kap egy ilyen dombor mintát. De hogyha nem csináltam volna ezt meg így, tehát hogy nem fokozatosan nem csökkentem a hurok magasságot, akkor ez csak így egyenesen állna a levegőbe, és egyik másik így kihajolna. Tehát nem lenne annyira szép. Ezért jó az, hogyha ha vékony tűvel a végén egy kicsit ilyen dombor mintát készítetek. Persze ez is csak akkor, hogyha ugye nem téglalap alakút készítetek, tehát munkát, hanem íves dolgot szeretnétek csinálni. Na de akkor bökődjek is, mert igazából azért jöttünk, hogy ezt mutassam, ne csak beszéljek. Tehát akkor ugye, ahogy mondtam, hogy egy pontból elindulok, remélem, megint el kell vegyem az írást, mert nem foglak látni benneteket, vagyis hát magamat. Tehát egy pontból elindulok, lebököm, ugye mindig a kampóig, itt ez mindig a kampó leér az anyagig, a bal ujjammal ráfeszítek egy kicsit, pláne most már állva dolgozok, tehát ugye így fogok haladni. Egy kicsit közelebb kell tegyem. Tehát így haladok. Hát ugye egy kicsit mocerás. Próbálok úgy, hogy lássátok is. Na majd talán így. Látjátok? Tehát, hogy nem nagy ördöngőség, csak haladunk. Apró pici öltéseket teszünk. Az a lényeg, hogy jó, apró legyen. Hát azt nem mondom, hogy most az én munkám hű, de egyenes lesz. Na most, amikor a vonal végéhez érsz, akkor odarakod az ujjad, itt az utolsó öltésre, meghúzod a tűdet, húzod a fonalon, és itt van az ollód, amivel itt a végét elvágod. És itt az elejét is, ahol ez a kis picike kis szál, ami az elején volt, azt is le lehet vágni. És akkor utána visszahúzod a tűdön a fonalat, hogy megint 1,5-2 centi maradjon ki, és kezded a következő vonalat. Ugye, ahogy mondtam, hogy ebből a pontból. És haladunk. Fölveszünk egy ritmust, apró pici öltéseket teszünk. Ha nem ölt a tűnk, annak olyan oka lehet, hogy vagy vastag a fonalunk a tűbe, vagy pedig elakadt valahova, vagy csomó keletkezett a tűn, ugye odaértünk a végére, megint oda teszem az ujjamat, húzom a tűn a fonalat, leteszem, és elvágom. Így. Tehát ilyen dolgok lehetnek, tehát akár a kezed alatt van a fonal, mondom, vagy a szögbe akad bele, tehát sok minden dolog lehet, vagy pedig az anyag túl laza, vagy túl sűrű, tehát hogy az anyag sem megfelelő, amire dolgozol. És megpróbálom úgy is, hogy lássátok, ahogy a hurkot képezi.
Nézd, tehát lebököm, visszahúzom, képezi a hurkot, lebököm, és így képezi a hurkot. És ugye azok a pici rostok, amik az öltés között vannak, azok szorítják oda a hurkokat. Tehát minden előző hurkot az szorít össze. Mert ugye nyomódik a következő hurok, és akkor oda szorulnak. Na most ugye ezeket le kell ragasztani. Azt is el szoktam mondani, hogy többfajta ragasztó van, tehát ugye, hogyha a borítóképen a csoportba beírjátok, hogy ragasztó, akkor többfajta ragasztót ki fog adni az oldal. Tehát ugye most már nagyon sok ragasztót megosztottunk, ugye többen találtatok is ragasztókat. Így kihúzom. Tehát többen találtatok is ragasztókat, hogy milyen ragasztókat tudnak használni. Ugye szoktam mondani, hogy van ez a simán textil ragasztó. Tehát beírod a netre, hogy textil ragasztó, ilyen türkiszerű doboza van, tehát a színe az ilyen, de az van ráírva, hogy textil ragasztó. És tehát, hogyha azt megrendeled, akkor az teljesen jó a mutatón, tehát az íves részekre. Tehát itt ugye azt szoktam mondani, mikor kész egy munka, de olyan a mutatón, ami még például itt ugye a pumuklim az még nekem nincsen ugye megragasztva. Tehát ugye amikor így készen van a munkánk, akkor az öltött részén, tehát ugye itt azt szoktam mondani, a ragasztót azt úgy szoktam, ha ívesen fogom kivágni, hogy ugye egy unnyi megy az anyagomra, egy unnyi megy a munkámra a ragasztóból. Tehát ugye akár ezen a körvonalon végignyomom azt a kis tus hegyes hegyét, tehát végignyomom, és akkor egy ecsettel vagy az ujjaddal elsatírozod, hogy mindenhova jusson. Tehát mondom, egy unnyi az anyagra, és egy unnyi a munkára. Mikor ez megvan, akkor van ez a nyúlós vetex, megpróbálom ezt is így közelről, látjátok? Tehát ez a ragasztós fele, amit most láttok. Ezt is méteráruboltba kaptok, de a neten is. Tehát akár a Szabó Erikánál, nála is van ez a nyúlós fajta vetex. És mondom, méteráruboltba is, tehát ilyen 4-500 forint métere, maximum 600. Tehát látjátok, hogy ez így nyúlik. Messzebb megyek, és akkor talál jobban. Hogy nem az a papír vetex, mert az nem sokat ér, hanem a nyúlós vetex. Tehát, hogy ez ilyen jó kis nyúlós. Ilyen pamutos. Tehát ugye ez a fele, amit láttok, ez a kicsit ilyen pöttyösebb, ez a ragasztós fele. Ugye ez megy az anyagra rá, és ezt a pamutosabb felét fogjátok ugye vasalni. Gőzvasalóval szoktam vasalni, de ez is fönt van, tehát a pávás videóm több részből áll, és ez is fönt van ugye a YouTube csatornánkon is, meg itt a mágikus csoportban is. És ott vissza tudjátok nézni, hogy ugye hogy is csinálom. Tehát ott a földön tényleg egyszerűen próbálom mutatni, tehát a földön egy ilyen kis törölközőt teszek le, és akkor azon próbálom, most már szana szét vagyok, tehát azon próbálom ott vasalgatni. Jó, Istenem, itt egy kicsit meleg van, meg már ki is száradtam, de innivalót nem hoztam magamnak. Na, tehát, hogy azért mondom, hogy ha egy munka kész, akkor persze ezt le kell ragasztani, mert azt is sokan kérdezitek, hogy felbomlik. Hát igen, tehát ugye ez felbomlik, ezt mindenképp ragasztani kell, ez anélkül nincsen, mert ugye ez nem subázás, tehát ugye a subázásnál, mikor régen subáztak, mert ugye maga ez a technika is a subázásnak egy ágazata. Tehát ugye a subázásnál is ott ugye egy csomó keletkezik minden egyes szánál, amit ugye ott elvágnak, amit áthurkolnak, és ugye ezt azt nem kell leragasztani. De itt ugye, hogyha most megfognék egy szálat, tehát most akár itt mellette megyek nektek, nézzétek, tehát ugye itt mellette elmegyek, öltögetek, így. Tehát ugye ezt, hiába teszem el az ujjam, tehát hogyha ezt a részét ugye nem fogjuk leragasztani, akkor csak megfogom a szálat, és ezt így fel lehet bontani. Úgyhogy ezt mindenképpen, igen, ilyenkor egy kicsit meg lehet kapargatni, hogy majd utána ott még lehet böködni, óvatosan. Igen, tehát ezért mondom, hogy mindenképpen ragasztani. Tehát ezért mondom ezt a vetexet, mert akkor el lehet takarni vele ugye a dolgokat, tehát hogy nem látszanak a gírbe-gurba öltések. De itt mutatom is, mert ugye hát több százezer öltést teszünk le, tehát azért meg lehet nézni, hogy ezek mind-mind öltések.
apró pici öltésekből állnak, és ugye nem ez a színe, bár jobban néz ki, szoktuk mondani azt, hogy ugye ez a fele, ahova rajzoltunk és kibökötték, jobban néz ki, hanem ugye ez lesz a színe, tehát ugye ez a szőnyeg része, itt próbálom így elhajtom, hogy lássátok, tehát ugye ettől lesz ilyen, egy kicsit látszik a vastagsága is, hogy milyen vastag, tehát ettől lesz nekünk ugye ilyen szőnyegünk ezektől a hurkoktól, és hát ugye attól függően, hogy milyen magas az a szőnyeg. Aztán ugye a végének az eldolgozása. Azt is kérdeztétek már. Ugye lehet úgy, hogy akár van a robusil, nem rubosil, mindig összekeverem, rubosil ragasztó, az egy szilikonos ragasztó. Ugye ennél a videónál, aki már látta, ennél a tigrises videónál mutatom azt, hogy milyen is ez a ragasztó. Ott is kint van a telefonszám is, tehát bár többen jeleztétek, hogy nem lehet már rendelni, de hogyha így rákerestek, hogy rubosil, és látjátok a színét meg a számát, mert a fénykép ott bent van a csoportban, mondom, ennél a megosztásnál, tehát ennél a tigrises megosztásnál, vagy szőnyegnél. Tehát ugye most itt nem látszik, mert már nincsen fény, de ez egy ilyen nagyon, ha így összetekerem, akkor látjátok, hogy így meg lehet tekerni. Ez egy ilyen rugalmas, nagyon, tehát egy ilyen szilikonos fajta ragasztó. Ez sem rossz, csak egy kicsit drága. De nem rossz, tehát hogy tényleg tudom ajánlani, mert nyugodtan lehet mosni, tehát be lehet tenni mosógépbe is, és nem fog leolvadni róla, meg nem fog lemálani, úgyhogy ez egy nagyon jó ragasztó, csak mondom, egy kicsit drága. Igen, aztán ugye van még, mondtam ugye a vetexes, amikor ugye hát a vetexet, ugye van feketébe, szürkébe, fehérbe, többfajtába a vetexes megoldás, meg ahogy körbe ugye a textilragasztót, egy unnyi ide, meg egy unnyi a munkára és a szélére. Aztán azt keresem közben, hogy igen, itt van. Megpróbálom ezt is fölvenni. Ups, nem tudom, mit fogok itt hagyni majd várom. Tehát aztán lehet még úgy, erre még nem ragasztottam ugyan, tehát ez már évek óta így áll. Ezt szoktam mindig mutogatni, hogy hány százezer öltést ugye teszünk le ennél a szőnyegnél. De ugye lehet egy ilyen megoldást is, hogy ilyen csipkét vásároltok, és akkor ugye a molinóból hagyunk egy picit, itt látjátok egy ilyen kis, mit tudom én, hát körülbelül ilyen 3-4 centit, és ugye ha kétszer visszahajtod úgy, mint ahogy a nadrág szárát kell ugye varrógéppel felvarni, de úgy, hogy a külsején, tehát itt egy picit látszik, hogy a külsején maradjon, varrógéppel el tudod szegni, és akkor akár egy ilyen kis csipkét is rá tudtok varni a szélére. De persze természetesen, amit mondtam, tehát nem csak szőnyeget lehet a mágikus tűvel csinálni, hanem sok mindent. Tehát én most a táskát le sem hoztam, de ugye prémesítettem is táskákat, tehát hogy készítettem már táskát, ami ki volt prémesítve, egy ilyen japán táskát, ez is fönt van a csoportba. Aztán tényleg a hűtőmágnest javarészt, ugye, amik itt vannak nekem, tehát akár a pávám is, vagy akár akár ez a kis kutya is, meg a páva, tehát ezeket ugye hűtőmágnesnek, vagy akár itt akár ugye a ficánka, amit mondtam, hogy nem csak a hűtőre, hanem akár ugye a mosógépnek az oldalára is, ilyen pici apró mágneseket, hogyha a ragasztópisztolyjal felragasztatok, akkor tudtok felhelyezni. Igen, most itt sok a járókelő, és engem is néznek, meg én is nézem őket, de hogy igen, egy kicsit zavarba vagyok, úgyhogy elnézést. Elfelejtem azt, hogy mit szeretnék mondani. De senki nem mer idejönni, érdekes, hogy még nem közelítettek, pedig nem ezek meg senki. Na, szóval, tehát igen, akkor ugye hát remélem, hogy mindent elmondtam. Most visszamegyek a beszédetekhez. Gyöngyike is itt van, szia! Mónika is itt van, igen, itt van Mónikának a fonalboltja mögöttünk, vagyis hát egy ilyen varodája, és ott rengeteg sok szép fonal van. Az én fonalaim is javarészt onnan valók, mert oda szoktam mindig menni, és akkor jó bevásárolok egyszerre. Úgyhogy igen, tudom ajánlani, aki itt a közelben lakik, ugye Simontornyán, akár ugye, ha szeretne megkeresni engem, szívesen segítek, hogyha szereti megtanulni, és akkor Mónikánál, miután én mindent elmondtam, jól be is tud vásárolni. Úgyhogy nagyon köszönjük, írja Róza. Hát nagyon szívesen. Hát nem tudom, hogy kérdésetek van-e, tehát én közben még itt öltögethetek egy párat.
És hogyha tesztek föl közbe kérdést, persze, hogyha megtalálom a tűmet, mert most már nem tudom, hogy milyen irányba tettem le. Akkor a kuplerát csináltam magam körül, hogy fogalmam sincs, hogy mi merre van. De megvan. Igen, így szokott ez lenni otthon is. Pedig otthon mindent asztal, még rá is ültem a fonalra. Tehát otthon egy asztalon vagyok, kipakolva, de ott se szoktam megtalálni az ollómat. Ahhoz képest egész jól megtaláltam. Most itt van a földön, a lábam mellett, úgyhogy egész jól megtaláltam. Úgyhogy mondom, tehát meg kell gondolni azt, hogy milyen tűt vásároltok. Én nem vagyok ellene a kínai tűnek, tehát féljétek és ne essék, mert mondom, látod, nekem is van, mindenféle van. A vetex munka is, igen, a Zsuzsa Szabó kérdezi, a vetex munka is mosható, igen, tehát ezért jó ez a nyúlós vetex, ezt különben Mónikánál találtam én is itt a boltjába, mert sokkal jobb, mint a papír vetex, tehát a papír vetex az olyan kemény, és egy idő után úgy elrongyolódik, tehát elszakad, hiába van odavasalva, tehát ez nem az igazi. Úgyhogy én ajánlom, mondom ezt a pamutosat, ez nagyon jó ragad. Sőt, volt egy csoporttagunk, most nem tudom megmondani, hogy ki, de azt mondta, hogy ezt a nyúlós vetexet hajszárítóval ragasztotta oda a munkához. Ígértem neki, hogy meg fogom próbálni, még nem próbáltam meg, de a pumukli még nincsen leragasztva, úgyhogy lehet, hogy ki fogom próbálni. Bár ahhoz lehet egy ilyen erősebb hajszárítót kéne vegyek, mert az enyém az elég gyenge. Azt mondja, hogy nagyon szívesen, igen, írja, hogy megmutatom a munkáimat, hogy köszöni szépen. Közben már nem látom, hogy kicsoda. Most eltekertem. Katalin Tölgyes. Igen, ő írta nekünk. Aztán a Csilla. A vetex nem akar rátapadni a munka. Várj egy kicsit, mert nekem itt közben. Vizesen vasoltod. Hát igen, én is gőzvasalóval. Tehát igen, ezt mondtam, hogy nekem is van, mikor úgy érzem, hogy szárazom, nem. Elég drága vasalót vettem, megmondom őszintén, hogy azt hiszem, te fál, lehet, hogy ti jobban tudjátok, milyen márkájú a vasalom, nem is figyeltem, de azt hiszem, hogy te fál márkájú a vasalom. Most nem a reklám helye, de hogy... igen, tehát észrevettem ahhoz képest, hogy igen, tizen sok ezer forint volt a vasaló, tehát nem úgy vasal, ahogy én szeretném. És aztán felvilágosítottak, hogy ha már gőzvasalót vettem, akkor az csak gőzvasalással fog jól vasalni, tehát sima vasalással nem sok mindent fogok elérni. Úgyhogy nem sűrűn szoktam vasalni, megmondom őszintén. Úgyhogy általában olyan ruháim vannak, amiket nem is kell vasalni. Úgyhogy... három viszak mellett meg ugye kevés időm is van rá, de legtöbbiért, tehát a munkákat szoktam vasalni. Köszönöm szépen, még mindig itt írjátok, hogy szépek a munkáim. Hát csak lenne több belőlük, én azt mondom, tehát lenne több időm, mert látjátok most is ugye, igaz, hogy jött a nyár, én azt gondoltam, hogy tehát, hogy ti is ugye elmentek nyaralni, tudom is én, tehát mindenfelé, úgyhogy nagyon nem bököd ilyenkor az ember, bár egy strandra is ki lehet vinni, vagy akár ide a Simon Tornyai vár elé, ugye egy kicsit kiülni. Most teljesen jó idő van, a szélcsend is lett, úgyhogy most nagyon jó itt az idő. Úgyhogy itt most simán itt tudnék maradni egy-két órát így böködni, de hát haza kell menni, mert azért vár a kisfiam is, úgyhogy van egy vacsorát is még össze kéne ütni. Úgyhogy igen, közben azt nézem, de nem írtatok így több mindent. Hát igen, azért mondom, hogy meg is kell, igen, így visszatérve, hogy meg kell választani, hogy mit vásárol az ember, és de mondom, nem azt mondom, hogy rossz, ha kifogja az ember, és tényleg jó, tehát már nincs eleve megszakadva a menete, ugye akár annak a kínai tűnek, vagy a másiknak, tehát én azt szoktam mondani, ha már vesztek, akkor AliExpress, hogyha ha nem ilyet szeretnétek, tehát hogy még ez, tehát hogy én még ebbe a bumszis végűbe bízok a legjobban. De viszont ebben nincsen olyan vastag tű, mint ebből az aranyból. Tehát itt ugye a legvastagabb tű egy picivel vékonyabb, mint az én vékony tűm. Tehát ugye ebben ilyen margaréta fonal, katánia fonal, amit még bele tudtok fűzni, meg ilyen hímző fonalakat. Tehát ugye még több öltést fogtok lerakni. Tehát ezzel is lehet nagy munkát csinálni, mert ugye 12 mm-es a
a legnagyobb magasság, kurok magasság, tehát ugye 1,2 centi és 2 milliméter, tehát ilyen magas szőnyeget tudtok vele készíteni, de hát nem tudom, tehát kipróbáltam, nem használtam, kipróbáltam, működni működött, meg amint láttátok ugye az első videóban, tehát pillanat, tehát az első videóban ott mutatom, tehát kipróbáltam, működnek, jók, de nem lesz olyan strapabíró az egyszer biztos, tehát hogy egy idő után ugye a számok lekopnak, a menet megszakad, tehát most ennél nem tudom, mondom, mert nem használtam, itt egy másfajta menet van, itt belül egy ilyen spirálos menet, hát egy kicsit hosszú életű talán, mint az a kis fehér kis tekerőkés, az most nem is tudom, hogy hol van, melyik sarokban, vagy merre, igen. Tehát ugye ennél, ami nekem már eleve mondom, így kaptam, hogy meg van szakadva ez a menet, tehát ugye ez a gagyi, ez egy picivel jobb ez a gagyi, de nekem ez a legjobb, tehát én ezt az aranyszínűt szeretem, úgyhogy nekem ez vált be, mondom, elsőként nekem is ilyen volt, de aztán beszereztem ezt ugye Brazíliából, és hát nekem ez mondom, tehát ezzel én teljesen meg vagyok elégedve, ezzel készítem a munkáimat, a vékony és a vastag tűjével, tehát nem is kell nekem 3 meg 4 méretű tű. De hogyha arról van szó, hogy mondjuk nagyon aprólékos, mert ugye mondtam már azt is, ugye, hogy ha szempillához érünk, például akár itt ugye. Tehát itt most ugye készíthetném ezt vastagtűvel az arc részét, mert egész nagy a felület, tehát tölthetném ki az arcát vastagtűvel, hogy hamarabb haladjak. És ugye a többi részét, azt meg vékonnyal, tehát a nyelvét, a szemét, a szemgolyót, mert ugye a szemgolyónál is, tehát ugye ebbe a golyóba ugye a vastagtűvel beletennék 5-6 öltést, akkor egy kicsit úgy szétállnának azok a hurkok, és nem lenne ugye szép a körvonalazása. Tehát, hogy ha viszont a vékony tűvel böködök, akkor lerakok mondjuk egy ilyen 10-12 öltést ebbe a pici karikába, de sokkal szebb lesz, tehát szimmetrikusabb lesz, szép kerek lesz ugye az a kitöltött rész. Úgyhogy azért mondom, hogy érdemes kétfajta méretet beszerezni, tehát egy vastagot és egy vékonyat. Azt nem mondom, hogy olcsó, tehát ugye 3500 forintért vettem én is ezt az aranyszínű tűt, tehát ugye egy darab annyiba kerül. Mondom a mesémet is, tehát amit írtam, mesét már egy páran kértetek tőlem, tehát ugye küldtem a mesét, tehát ugye a mesét is erről a tűről írtam, tehát ugye itt is van lent az aranyszínű mágikus tű, ugye hát ugye ez került ugye hozzám, ez volt az én nagy álmom. Tehát aki már olvasta a mesét, az megmutatom nektek. Tehát aki olvasta ugye a mesét, az már tudja ugye, hogy ez az én életem, és ezt is elmondtam már egy pár szó, hogy az én életemről szól. Tehát ugye itt van a tű készítője, itt van az én hercegem, ugye hát ő a Maurót ábrázolná idézőjelesen. Itt van ugye a tű készítő, aki ott Brazíliában a tűt készítette. Itt van ugye, hogy a hold megvilágítja az erszényt, és hogy mik a kellékek. Tehát igazából mondtam, bele van szőve a mesébe az is, hogy mit, hogyan kell, milyen kellékek kellenek hozzá ehhez a technikához. Tehát miután elolvasod a gyereknek, utána ki szeretné próbálni, tehát nem kell gondolkodni azon, hogy úristen, most akkor mit is kell ehhez venni, vagy hogy van ez, vagy tudom is, én ugye visszamegyek a Zsanett csoportjába, és akkor megnézem, hanem igazából itt van, tehát ami kiugrándozik ugye az erszényből, hát ugye kell a szövet mindenképpen, a fonalak ugye mindenképpen, a mágikus tű valamilyen mindenképpen, ha nem is az arany, akár a kínai, egy keret mindenképpen, meg az olló, tehát igazából ennyi a rajzból kiderül, hogy mi is az a kellék, ami ugye kell hozzá. És tehát ugye itt van a szegény lány, én ugye, tehát én mint 9-10 éves, mikor először ugye megláttam ezt a tűt, és akkor tehát én nagyon beleszerettem, és azt mondtam, hogy nekem ez lesz az életem, és én ezzel szeretnék foglalkozni, hogyha ha nagy leszek. Hát a jó Isten úgy akarta, hogy ezért csak sikerüljön, úgyhogy és ráadásul még egy mesét is írtam róla, úgyhogy én tényleg örülök ennek a mesének, mert az életem 95%-a benne van, ami igaz, tehát még a, ugye mondtam, hogy még a macska és ugye a közös barátunk, ugye Daniella, akit mondtam a Talagárszával, tehát ugye ő neki nagy fonalboltja van Brazíliában, és hát ugye ő a tündér nekem itt bent a mesébe, ugye ő segít majd a királyfinak, ő tőle fog vásárolni varázsfonalakat.
Úgyhogy, és ugye hát a tű, ahogy elkerül hozzám, itt nem titok, tehát ahogy mondtam, ugye Brazíliából rendeltem én is ezt a tűt, tehát ugye Brazíliából egészen szállt a galamb Magyarországig, úgyhogy így került ide ez a tű. Aztán ugye hát a kisfiamat is próbáltam itt ábrázolni, aki ugye találkozik a galambbal, ahogy odaér a házunkhoz, és akkor ugye kipróbálom én is ezt a tűt, gyorsan, még édesanyámtól emlékszem ténylegesen, tehát ahogy a mesébe is írom, egy ilyen kerek rámát kaptam, hímző rámát kaptam ajándékba, még középiskolás voltam. És ugye a hercegnek a szülei, aztán a lovashintó, amivel ugye bejutok a palotába, és ugye a macska is, amit mondtam, tehát Mauróéknak 9 macskájuk van, és a 9. vak, tehát még őt is beletettem a mesénbe, hogy ő sem maradjon ki. És aztán hát az utolsó oldalra pedig ugye várunk, hogy majd egyszer, ha ennek a koronavírus járványnak vége lesz, akkor bízunk benne, hogy most már tényleg Mauró ide fog érni. Hát ezt már évek óta mondogatom, én tudom, tehát, hogy már utaztunk, már utazott is volna, tehát már néztük a jegyet, de hát sajnos a repülők nem indulnak, és ugye a járvány miatt, meg az oltás, ilyen oltás, olyan vakcina, ilyen nem tudom, tehát nem olyan egyszerű itt ez a dolog, de már sinnen lennénk, tehát már vásárolnánk itt a jegyet, de még sajnos nem lehet, tehát még ez a koronavírus nekünk itt az életünkbe beleszól, de bízunk benne, hogy akkor hamarosan most már még talán ezt az évet, nem tudom, hogy meddig húzzák, de én már nagyon unom, megmondom őszintén, úgyhogy reménykedem benne, hogy most már tényleg hamarosan akkor találkozhatunk. Úgyhogy ha nincsen több kérdésetek, akkor én összepakolok, és akkor hozzatekerek a biciklivel, mert egy kicsit messze lakok innen, egy ilyen, hát majdnem másfél kilométer, úgyhogy pont a város végén. Úgyhogy mondom, ha viszont erre jártok, Simontornyán mindenkit szeretettel várok akár hozzám is, tehát hogyha szeretnétek akár meglátogatni is, vagy tényleg megnézni ezt a csodálatosan szép várat, itt mögöttem ugye a Simontornyai várat, mert nagyon szép belülről is, és van egy kastélyunk is, úgyhogy ott fönt pont az én utcámban, tehát én onnan már csak egy 5 percre lakom, úgyhogy gyertek, és akkor nézzétek meg. Úgyhogy én próbálnék, hát jó lenne, tehát ugye nincs jogosítványom, ilyesmi, semmi, pedig annyira jó lenne különben találkozni veletek, én nagyon szeretnék, hogy és ezt már máskor is mondtam, tehát egy másik élőadásban is, vagy máskor is így említettem, vagy akár ha valakivel videóhívásban voltam, hogy olyan jó volna veletek is tényleg együtt, hogy egy ilyen napot megszervezni, és akkor mindenki hozza a kis tűjét, amilyen van, a kis fonalát, keretét, nem tudom, tehát hogy elhozni, és akkor egy ilyen kis rendezvényt valahol, hogy így együtt legyünk, és beszélgessünk, és böködjünk, megismerjük egymást. Hát nem tudom, a Jóisten majd talán csak ránk tekint, és mondom, ennek a vírusos nyavajának is vége lesz, és akkor egyszer tényleg tudnánk egy ilyen bulit szervezni. Úgyhogy akár egy ilyen ottalvósat is, én mondanám, hogy tudnék helyet, tehát hogy ahol még aludni is lehetne. Tehát van egy ilyen ifjúsági szálló, tehát a másik faluban, ahol laktam, ott rögtön mellette. Egy pára, hogyha nem tudnak hazautazni, és ott szeretnének aludni, és ott akár még bográcsba is lehetne főzni. Úgyhogy volna ilyen jó kis lehetőség, de meg nem is drága, én szerintem. Utána járnék, meg érdeklődném szívesen, ha gondoljátok, hogy ez mibe kerülne, és akkor ott találkozhatnánk. Jó, hát tényleg nem szaporítom a szót, mondtam, hát engem le kell lőni. Tehát beszélni nagyon szeretek. Úgyhogy, de ha kérdésetek van, mondom, akkor keressetek. Ezen a héten szabadságon vagyok, úgyhogy nyugodtan kereshettek, akár csak csörgessetek. Tehát arra kérek mindenkit, hogy nem kell írjon, nyugodtan csörgessen meg, és akkor fölveszem, és akkor beszélünk. Mert írogatni, tehát hogy az annyira hosszadalmas, és annyira nem lehet, tehát nem lehet leírni ezeket a dolgokat válaszba, tehát annyi mondatot, tehát én meg aki sokat beszél, ugye, tehát azért mondom, hogy nyugodtan csörgessetek meg, és hívjatok föl, és akkor szívesen tényleg, ha valami nem rémlik, és valamire még kíváncsiak vagytok, akkor szívesen elmondom, jó? Na, akkor tényleg elköszönök, és összepakolok itt, és akkor elindulok hazafelé, úgyhogy akkor további szép estét nektek. Aztán, hát nem tudom, hogy mikor találkozzunk. Jó lenne egy ragasztós videós, azt is már sokszor ígértem. De megpróbálom még a héten, tényleg mondom, szabadságon vagyok, úgyhogy megpróbálom azt is
ugyanis kaptam, tényleg a Puzsár Ágnes tőle megkaptam a ragasztót, és még neki még kell küldjek egy tűt is, úgyhogy nem felejtettem el, Ágikám, nem tudom, nézed-e itt a videót, de nem felejtettem el, tehát, hogy neked is küldöm ugye a tűt, úgyhogy jó, hát megpróbálok, mondom, egy ragasztós videót is összehozni, akkor azt majd az otthonomban szerintem azt itt már nem, mert itt nem nagyon tudnék ragasztani itt a vár előtt. Jó, akkor sziasztok, és további szép estét nektek!